Kezdjük tehát a fizikai tényezők taglalásával, hisz ez a, mondjam úgy, a leglátványosabb első pillanattól kezdve. Az emberek, ha megbetegszenek, az első dolog, amit csinálnak, hogy elkezdenek diétázni, és őrült diétákat vetnek be, olyan problémák megoldására is, amelyeknek a megoldása nem a diéta. Az viszont tény és való, hogy nem mindegy, hogy milyen táplálékot fogyasztunk. Nem mindegy, milyen üzemanyagot öntünk az autónkban, mert egy nem megfelelő üzemanyag tönkre tudja tenni a motort és ezáltal az egész szerkezetet. Nem mindegy, hogy milyen táplálékhoz jutunk, mert sajnos ma már olyan világban élünk, amikor a tápláléknak az eszenciája nincs benne magában a táplálékban, tessenek bemenni a hipermarketekbe, és gazdaságos és akciós szemeteket vásárolhatunk, amelyek olyan dolgokat tartalmaznak, aminek nincs keresni valója élelmiszerben. Ez egy másik dolog, hogy az élelmiszeripar milyen anyagokat nevezett ki emberi fogyasztásra alkalmas és arra nem alkalmas vegyszereknek, de ha csak előveszünk egy 100 évvel ezelőtti receptes könyvet, akkor látjuk, hogy valóban az táplálékainkat hogyan kéne előállítani. Vagyis ha egy olyan feliratot találunk egy polcról levet csomagoláson, amit mondjuk nagyanyáink nem ismertek volna, ha még élnének, akkor azt már nem szabad megvenni. A mikroalgáknak a kérdése pontosan ide illeszkedik be, hiszen a mikroalgáknak köszönhetjük azt, hogy egészségünk rendbetételéhez megadjuk azt az üzemanyagot, azt a táplálékot, ami ahhoz szükséges, hogy biológiailag tudjuk magunkat helyre szedni. És egyszerű megfigyelésekből indulunk ki, józan paraszti ésszel gondolkodva. Mert ha a legtovább élő állatok, amint látjuk, a kagylók, bálnák, halak, teknősök algát fogyasztanak, és a legtovább élő emberek is algát fogyasztanak, akkor talán meg kéne nézzük azt, hogy mit tudnak ezek az algák. Ez számomra döbbenetes volt még 10 évvel ezelőtt, mikor azt mondták, hogy majd 2013-ra lesz a japánoknál 50 ezer 100 éves egészséges ember. Mert ugye látjuk, hogy 63-ban összesen csak 153 példány volt belőlük. Hát mondtam, hogy még van néhány év 2013-ig, majd meglátjuk. Aztán kiderült, hogy ez mind beigazolódott, és ezt a 2017-es információt én szolgáltattam Attilának és ezáltal a Wellstar-nak, hogy egy orvosi szaklapban olvastam, hogy a japánoknál már 67 ezer a 100 éves egészséges embereknek a száma. És mit tesznek a japánok másként, mint mi? Ugyanolyan stresszes életet élnek, még lehet, hogy többet dolgoznak egyes helyeken, mint Európában, de fogyasztanak algákat. Tehát nézzük meg, hogy mit tudnak ezek az algák. Hát ugye akkoriban még orvosi fejjel gondolkodva, ez nekem nagyon érdekes volt, hogy mi az, hogy algák fogják helyettesíteni a gyógyszereket, amelyekkel aztán teljesen tisztában voltam. De egy nagyon pozitív élmény volt, hogy itt az algák mögött is egy doktornőt fedeztünk fel. Itt látjuk a fényképét, és sikerült is Kay Van Grasshoff doktornővel személyesen is találkoznom egy ilyen algás fórumon, azaz nagy országos konferencián. És elmondta, hogy ő azért kezdett az algákkal foglalkozni már a 80-as években, mert rájött, hogy csupán gyógyszerekkel nem tud segíteni a betegein, és hát ő is egy kutatókereső orvos volt, és rátalált az algákra, hiszen a 80-as években már ugye az 50-es évektől kezdődött az űrkutatás, de a 80-as években már azért nagy előrehaladások voltak, és mindenképpen ki kellett találni, hogy mit vihetnek az űrhajósok magukkal táplálékként, ami hát minden tápanyagot biztosít számukra, ami az életben maradásukhoz szükséges. És ugye mivel az algákkal akkoriban már nagyon sokat foglalkoztak, így a 20 ezer féle algából rögtön kiderült, hogy melyek az emberi fogyasztásra alkalmas és arra nem alkalmas algák,
mint hogy a gombákból is van ehető, meg nem ehető gomba, így ne gondoljuk azt, hogy mind a 20 ezer féle alga fogyasztható, és kiderült ugye, hogy vannak makro és mikroalgák, vagyis szabad szemmel látható és szabad szemmel nem látható, és tengervízben és édesvízben tenyésztett algák. Az algák az életnek az ősforrását képezik, mondhatnánk az első élőlények, amik megjelentek, és azok az algák, amelyekről itt a továbbiakban szó lesz, azok nagyon fontos feladatot tudnak betölteni a szervezetünkben, és ezek vannak itt összefoglalva, mint sejtszintű tisztítás, sejtszintű táplálás és sejtszintű védelem. Bár természetgyógyászatot is végeztem és vizsgáztam is belőle, még életmód tanácsadó terapeuta is vagyok azon belül, de ilyen fogalmakkal ott nem találkoztunk. Beszéltünk szerv szintű tisztításról, tehát teszem azt a tápcsatorna tisztítással kezdődik ugye bélmosással, vagy a húgyúti rendszernek a tisztítása, beszélünk vértisztításról, májtisztításról, mindenféle kúrák. Ezzel kapcsolatban már régóta ismert 100 éves kúrák stimmelnek, működnek, de sejtszintű tisztításról itt hallottam először, és hát mivel sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, nyilvánvaló, ha a sejtjeimet sikerül a működésüket gátló anyagoktól megtisztítani, és sikerül megfelelő módon táplálni és védeni a mai világ ártó ágensei ellen, hát akkor bizony valami nagyon fontos dolgot teszünk. És mielőtt mindenki elszörnyedne, hogy a tenger tele van szeméttel, és akkor az algák biztosan mérgezőek, amit onnan szednek ki, itt láthatjuk azokat a napfényfarmokat, ahol megtörténik ezeknek az algáknak a tenyésztése, kristálytiszta vízben napfény hatására, tehát ellenőrzött dolgokról van szó. Én 10 évvel ezelőtt mindennek utána néztem, mindent ilyen engedélynek, amivel a Wellstar rendelkezett, és azóta is rendelkezik. Tehát ezek teljesen korrekt hátteret fedeztem fel, hiszen én már előtte nagyjából 10 éven keresztül lázasan kutattam a megoldást, és több MLM rendszernek ismertem meg az egészséget, mondjam azt, hogy ígérő termékét, ki is próbáltam őket, és ha én 10 éve az algákról beszélek, akkor azt jelenti, hogy számomra ezek valamit bizonyítottak. De ezt majd meglátjuk a visszajelzésekből, illetve a fórum kapcsán. Ha megnézzük a sejtszintű tisztításnak a történetét, akkor itt a Chlorella vulgarisról, egy olyan mikroszkopikus méretű mikroalgáról beszélünk, amit édesvízben tenyésztenek, látható a kép róla, és ez bizonyítottam a méregtelenítés nagy mestere, ez Csernobil alkalmával is bebizonyította, mert abban a bizonyos helyzetben, ami előállt a csernobili atomkatasztrófa során, az orvostudomány nem tudta, hogy mit kellene tenni az emberek védelmébe, és mindent bevetettek, ami hát addig ismert volt. A mi vidékünkön jó tablettákat osztogattak, nyilvánvaló még egyéb módszerekkel is próbálkoztak, de voltak néhányan szerencsések, akik ezt a csodálatos algát kapták, és lássunk csodát, ez az alga kivezetett minden méreganyagot a szervezetükből, vagyis ezek túlélték azt a tömény mérgezést, amit ez az atomrobbantás, illetve hát atomerőmű robbanás okozott a környezetben. Tehát a méregtelenítés nagy mesteréről beszélünk, mert a nehéz fémeket is képes megkötni és kivinni a szervezetünkből. Erre a mai orvostudománynak még mindig nincsen semmilyen ötlete, jelzem, nem is foglalkozik vele. Aztán a lényeg az, hogy ez egyben egy táplálék, mert a szovjet űrhajósok klorellát vittek az űrbe magukkal tápanyagként, hisz láthatjuk, hogy a 20-ból 19 aminósav megtalálható, ugye aminósavakból építjük fel a saját fehérjeinket, minden megevett fehérjét lebontunk aminósavakra, és ezekből az építő téglákból építjük fel a saját fehérjeinket.
és segíti, illetve vannak benne vitaminok, 20-féle vitamin, ásványi sóforrás, stb. Ezen kívül az emésztést is segíti a sejtfal szerkezete ennek az algának, és a vérszegénységre is pozitívan hat, ha fogyasztjuk. De a számunkra a sejtszintű tisztítás az, ami mindenképpen lényeges, és ez a hatékony méregtelenítés azt jelenti, hogy egy drasztikus szintű méregtelenítés történik meg a szervezetünkben, és ennek a lényege az, hogy a zsírsejtjeinkből is eltűnnek a méreganyagok, ugyanis a zsírsejtek, ha mikroszkóp alatt megnézzük, úgy néznek ki, mint a pecsétgyűrű, és az egész sejtet a zsír csepp foglalja el, a sejt maga egészen a citoplazma szélén, a sejthártya közelében található, tehát tényleg úgy néz ki, mint egy pecsétgyűrű, és ez a zsír, ez arra is hivatott, nagyon sok funkciója, feladata van a zsírnak, de arra is hivatott, hogy a méreganyagokat magába rejtse el, amikor már a szervezetünk nem győz a méregtelenítéssel, nem bírja a méregtelenítést megoldani. Na most elkezdjük fogyasztani a Chlorella vulgariszt, és a zsírsejtjeink ténylegesen teli vannak mindenféle élelmiszeripari és egyéb mérgekkel, akkor eltűnnek ezek a felesleges zsírsejtek is a szervezetünkből. Nyilvánvaló, hogy ez egyetlen tényezője csak még a lefogyásnak. Akit érdekel, hogy az elhízással kapcsolatban még mivel kell foglalkozni, az a majd a feltüntetett linken a weblapon talál erről szóló webkonferencia anyagot, tessenek annak is utána nézni. Tehát a lényeg, hogy eltűnik a szervezetünkből a méreganyag, és természetesen ez addig történik meg, míg fogyasztjuk az algát. Tehát itt nem egy kampányszerű tisztításról beszélek, én 10 éve folyamatosan fogyasztom, mert rá kényszerülünk az utazásaink során, előadások során, vendéglőkben, vagy hát mondjam azt, hogy nem éppen megfelelő helyen táplálkozunk, de hát az ember éhes ennie kell, viszont az algákat minden nap megesszük hozzá, és tudjuk, hogy megvan a sejtszintű tisztítás, táplálás és védelem. Azért is térek ki részletesen a sejtszintű tisztításra, mert ez az, amit semmilyen más étrendkiegészítő nem nyújt számunkra. Lehet akármilyen hiper-szuper molekula abban az étrendkiegészítő kapszulában, vagy limonádéban, vagy bármilyen anyagban. Amíg nincsen sejtszintű tisztítás a szervezetünkben, addig nem csinálunk semmit. És láthatjuk, hogy a zsírsejteken kívül még a köldökzsinórban is rengeteg méreganyag található, pont ezért fontos a várandós anyáknak, ennek az immunkapszulának a fogyasztása, hogy szabadítsa meg a saját szervezetét, és ezáltal a méhében kialakuló magzatának is a szervezetét szabadítsa meg mindenféle méreganyagtól, különben az anyai méreganyagok a köldökzsinóron át szépen bejutnak a magzatnak a szervezetébe. És amikor megtörténik ez a döbbenetes hatásfokú sejtszintű tisztítás, akkor egyszer csak elkezdenek a sejtek normálisan működni. És ha elkezdenek normálisan működni, akkor nem csak a lefogyás lesz látványos, hanem például olyan érdekes dolog, mint inzulin rezisztencia is megoldódik a szervezetünkben, meg nagyon sok minden más, ami ehhez kötött, illetve az ősejtképzés 25%-kal fokozódik, ami egy nagyon fontos dolog, amikor regenerációról beszélünk, amikor visszaépítésről beszélünk. A rengeteg szövegnél, leírt betűknél sokkal többet mond el egy rajz, egy kép, mert a magyar ember képekben gondolkodik, vagy ha nincsen róla képe, akkor képtelen elképzelni. Pont ezért mutattam ezt a képet, ami a háziorvosi szakvizsga dolgozatom borítója is egyben, mert ez a kép, ami orvosi szaklapból származik, már rögtön feltűnik a megnevezésekből, gondolom. Ez a kép egy holisztikus gondolkodást tükröz, vagyis összefüggéseiben látjuk a történetet. Kezdjük rögtön a dolgoknak a legalján, a gyökér szintjén sárga betűkkel látjuk azt a szót, hogy magas inzulin szint.
És ez a magas inzulin szint, ott ahol Attila mutatja, ez attól alakul ki, hogy ugye a sejtjeink a cukor lebontásához nem tudják az inzulint felhasználni. Mert ugye tudnunk kell, hogy az energia, a fő energia hordozó a szervezetünkben a cukor, és akkor ne nézzünk úgy a cukorra, mint fehér méregre, ahogy az természetgyógyászok előszeretettel nevezik. Igen, minden méreg, hogyha túlzásba viszük, de bármit fogunk megenni, abból a szervezetünk cukrot, aminósavat, vagyis fehérjét, és zsírt fog előállítani, persze kellenek még vitaminok, ásványanyagok, és tiszta, tiszta, tiszta víz. Nos, ezek a túléléshez szükséges alapanyagok. Tehát cukor az mindenképpen kell, idegrendszer cukor nélkül nem működik, és minden sejt az energiáját a cukor lebontásából nyeri. Most a cukornak a lebontása, a glukóznak, a szén-6 hidrogén 12 oxigén 6-nak a lebontása, az csak úgy fog megtörténni, hogyha az inzulin rendelkezésre áll. És a cukorból lesz akkor ugye széndioxid, víz és energia. De ha az inzulin nem tud bejutni a sejten belüli térbe, mert a sejten kívüli tér az már teli van mindenféle olyan anyaggal, ami gátolja a sejtnek az inzulin felvevő képességét, nos akkor ez az inzulin kívül marad, és ez lesz az úgynevezett magas inzulin szint, vagy, amint az előbb említettem, inzulin rezisztencia. És látható akkor, hogy ennek milyen következményei lesznek. Ugye itt van, a magyar emberként jobbról-balra nézzük a feliratot, hogy hipertónia, ugye magas vérnyomás, csak annyit jelent, hogy a magas inzulin szint következtében egyre fokozottabb lesz az étvágyunk, és egyre többet fogunk nassolni, és ebből következik, hogy a nassolással befolyásoljuk az elhízást, a zsíranyagcserezavart, a vércukorszintet és a magas vérnyomást egyszerre. Tehát ezek mind egymással összefüggő dolgok. Az inzulin szintnek van egy szimpatikus idegrendszert ingerlő hatása is, azon kívül, hogy állandó evésre, zabálásra, nassolásra késztet, és ez fog emelni a vérnyomást. A túltáplálkozás elhízáshoz vezet, a túltáplálkozás pedig zsíranyagcserezavarhoz vezet, ez a dislipidémia. És a kéz alatt az NIDDM, az a nem inzulin dependens diabetes mellitus, vagyis amit mindenki úgy ismer, hogy kettes típusú cukorbetegség. Ugye ez a kettes típusú cukorbetegség, még amikor én egyetemre jártam, az idős korosztályra volt jellemző, és volt fiatalkori, meg időskori cukorbetegség, akkor még így tanították. Most már eljutottunk oda, hogy Amerikában a 18 év alatti cukorbetegek is kettes típusú cukorbetegségbe sorolandóak, a rengeteg szemét miatt, amit ott megesznek. Csak egyetlen megjegyzést engedjenek meg, amikor egy amerikai hipermarketben azt láttam, hogy a krumplipürét dobozolva meg lehet venni, és csak be kell tenni otthon a mikróba, akkor úgy elgondolkodtam, hogy ezek az emberek egyáltalán láttak-e krumplit, vagy tudnak-e krumplit pucolni, vagy van-e elképzelésük arról, hogy egy krumplipürét hogy kell előállítani. Szóval azok, akik dobozból eszik a táplálékokat, és gyors étkezdékben oltják az éhségüket nap, mint nap, ugye, mert nincs időm a kajával foglalkozni, hát akkor ne csodálkozzanak azon, ha egyre kövérebbek lesznek, felborul a cukoranyagcseréjük, a zsíranyagcseréjük, és nő a vérnyomásuk, és a trombózis hajlamuk is fokozódik úgy másodlagosan. Hát remélem, hogy ez a rajz, ez mindenki számára érthetővé teszi, hogy miért fontos a sejtszintű tisztítás, mert hogy erről beszélek, ha megcsináljuk a sejtszintű tisztítást, helyreáll a sejtek anyagcseréje, fel tudjuk használni az inzulint a cukor lebontására, és innentől kezdve az ebből következő betegségek is feleslegessé válnak. Nem egy páciensnek, csupán az algáknak a fogyasztásával ezek a betegségei megoldódtak, anélkül, hogy ismert volna valamit is az érzelmi szintű problémákról, vagy azok megoldásáról. Tehát, mivel a betegségeink, ugye, mint mondtam,
két szinten indulnak el, megbetegszünk a külső tényezőktől, tehát ami kívülről jön, és meg tudjuk magunkat betegíteni belülről is természetesen, az érzelmeink által, ezért beszélünk mind a kettőről abban a szerdai webkonferenciában, hogy aki először hallott ilyet, az tudja eldönteni, hogy a gyógyulása érdekében mi a teendője. A sejtszintű tisztítás természetesen akkor fog folyamatossá válni a szervezetünkbe, ha folyamatosan fogyasztjuk az immunkapszulát, mint ahogy én azt már 10 éve is teszem. Aztán a sejtszintű táplálás annyit jelent, hogy értékes anyagokat, élethez szükséges anyagokat viszünk be a szervezetünkbe, és ki gondolta volna, hogy ez is az algákban található meg. Ugye én is még 10 évvel ezelőtt úgy néztem az előadót, hogy nagyanyám sose evett algát, mégis minden foga megvolt, mikor meghalt, tehát miért kellene nekem algát ennem? Tehát mondom, utána lehet nézni a dolgoknak, a weblapon is majd megjelenik, hogy hol, és mindenki eldöntheti magának, hogy ezután, az előadás után fogyaszt vagy nem fogyaszt algát, én csak információkat szeretnék közölni, és a döntés felelőssége mindig mindenkié egyénileg. Ott tartunk, hogy értékes tápanyagok a spirulina platensisnek nevezett mikroalgában, és a litotamium kalkárium makroalgában. Tehát a spirulina, amit itt a képen látunk, az még mindig mikroszkopikus alga, édesvízben tenyésztett alga, és spirál alakja van ezeknek az algarostoknak, ezért a neve spirulina. Ugyanakkor ilyen kékes és zöldes rostok is találhatók, ezért van, hogy kék algaként említem, hogy megkülönböztessem az előbb ismertetett zöld algától, a klorellától. Tehát a spirulina, vagy az én megnevezésemben kék alga, egy nagyon, de nagyon kitűnő minőségű tápanyag, ami magas koncentrációban tartalmaz olyan élelmiszert, amire hát minden nap szükségünk van. Mire van szükségünk minden nap? Hát fehérjére, zsírre, szénhidrátra, ahogy ezt elmondtam, és az egészségügyi világszervezet jelentette ki a spirulináról, hogy kérem szépen, ez egy teljes értékű táplálék, ami csak annyit jelent, hogy minden benne van, de minden benne van, ami a túléléshez kell, tehát minden benne van, ami az anyatejben is benne van. Akármilyen meredeknek tűnik az anyatejnek a spirulinával való összehasonlítása, ez akkor is így van. A lényeg itt a spirulinánál, hogy a hasznosulása az döbbenetes, 90% fölött szívódik föl minden táplálék, ami ebben benne van. A tápértéke döbbenetes, hiszen egyetlen gram belőle annyit ér, mint 1000 gram biozöldség gyümölcs, vagyis a szorzó 1 az 1000-hez, és a kalória tartalma viszont nem fog minket elhízlalni, tehát nem arról van szó, hogy azért hízok el, mert algát fogyasztok, hanem lehet, hogy fogyasztom az algát, még diétázok is, csak képességgel nem oldottam meg az önleértékelésemet és a magányosság érzésemet, és ez a kettő már elegendő ahhoz, hogy zsírt és vizet gyűjtsek be a szervezetembe, és ugye a mérlegnek mindegy, hogy mit mér, ő az összmennyiséget méri le. És lehet, hogy annak a kétharmada víz és nem zsír, tehát erről az ödémákról szóló előadásban lehet tájékozódni. Nos, fehérjékről beszélünk, mégpedig olyan fehérjékről, ami ebben az algában van, amit ha lenyelünk, és megemésztjük, szétszedjük alkotó elemeire, akkor a bennük, az őket alkotó aminósavak között ott van mind a 20 aminósav, ami az emberi szervezet fehérjeinek a felépítéséhez szükséges. És azt tudni kell, hogy az aminósavakat két részre osztjuk, vannak az eszenciális és a nem eszenciális fehérjék. Az eszenciális csak annyit jelent, hogy feltétlenül ott kell legyen a táplálékunkban, mert ezek nélkül nem tudjuk a saját fehérjénket felépíteni, ugyanis ezeket az eszenciális aminósavakat nem tudjuk helyettesíteni, nem tudjuk pótolni. Ez vagy bent van a táplálékban, vagy nincs.
Csupán felsorolásképpen az eszenciális aminosavak, a leucin, izoleucin és valin. Látjuk, hogy ezek az izom tömegnek a karbantartásával foglalkoznak, az izom fehérjéknek a rendbetételével, de természetesen még egyéb hatásaik is vannak. A lizin, a treonin és metionin az a bőrünknek a karbantartója, ugye a bőrünk az irhából és felső el nem szarús, vagyis felső laphámrétegből áll, amit lát mindenki, ez a több rétegű elszarvasodott laphám, ezt látjuk mindannyian, mint külső felszínét a testünknek, de alatta van az írha. És ugye az írhában kollagén és elasztin rostok vannak, amelyek hát, ellenállóvá teszik a bőrt, ugyanakkor megadják a rugalmasságát is a bőrünknek, és a treonin, a metionin és a lizin, ez pontosan ebben segít nekünk. Ugyanakkor a triptofán és a fenilalanin az az ideg sejtjeinkre fog hatni, nyugtató, alvásserkentő, kedélyállapot javító hatása van, és nem dilibogyóról beszélek, hanem egy alapvető élelmiszer darabról, ami a szervezetünkbe be kell jusson minden nap, és a fenilalaninnak a jobbra forgató izomérje még fájdalomcsillapító hatással is bír. Tehát ennyit a fehérjékről, minden benne van, tehát úgy, mint az anyatejben. Vannak vitaminok is természetesen a spirulinában, és itt láthatjuk a vízben és zsírban oldódó vitaminokat. A B12-re azért hívom fel a figyelmet, mert vannak emberek, akik már semmilyen állati táplálékot nem fogyasztanak, ezek a vegánok, és ezek nem fognak hozzájutni ahhoz a B12 mennyiséghez, amihez a mindenevő embertársaik hozzájutnak, és ezért ajánlatos vegánoknak mindenképpen fogyasztani algakapszulát, hogy a B12 vitamin hiány ne okozzon náluk másodlagosan vérszegénységet, mert ugye ez egy olyan vérszegénység, ami hiánybetegség miatt lép fel, és nem az önleértékelés aktív fázisában. Aztán vannak egyéb hatások, ugye már Zeiser Endrétől tudjuk, hogy a B9 és a B12 az magzatvédő vitamin, de az A, D, E és K vitamin, mint zsírban oldódó vitamin, nagyon fontos, hogy bejusson a szervezetünkbe, mert növekedéshez, véralvadáshoz, csontok építéséhez, ellenálló képesség fokozásához, stb. Ezek mind szükségesek. A spirulinában ásványi anyagokat is találunk, tehát ezeket se kell külön tégelyekben megvenni egy majdnem gyógyszerboltot mondtam, de valójában a gyógyszertár az egy gyógyszerbolt, ahol diplomás kereskedők árulják a dobozokat, a mai patikusok sajnos már kevésszer kapnak magisztrális recepteket, ahol hatóanyagokból ők fognak valamit előállítani, hiába tanították őket az egyetemen erre. A gyógyszeripar igyekszik azon, hogy mindent kész termékként ott feltegyen a polcra, épp úgy, mint az élelmiszeripar is igyekszik mindent készen vagy félkészen felrakni, hogy csak be kelljen dugni a szánkon. Nos, a spirulinában ásványi anyagokból látjuk, hogy makro és mikroelemek egyaránt előfordulnak, és felhívom a figyelmet mindenki számára. Az egyetlen szervetlen anyag, ami a szervezetünknek kell, az a konyhasó, nátrium, klorid. Mindenféle egyéb adalék nélkül a tiszta nátrium klorid. Milyen érdekes, hogy megtiltották a patikusoknak, hogy vegytiszta nátrium kloridot adjanak azoknak, akik ebből vásárolni szeretnének. Nem érdekes? Szóval a paradicsom az még vegytiszta nátrium klorid, ha megfelelő forrásokból jutunk hozzá. Viszont a többi anyagra, mint kálcium, foszfor, kérem szépen, olyan vegyületekben kell ez jelen legyen, amelyek szerves vegyületek.
Nehogy azt higgyük, ha a borszéki vagy tusnádi ásványvizet iszunk egész életünkben, akkor pótoltuk a megfelelő kálcium vagy foszfor mennyiséget. Ezek a vesét fogják megterhelni, és nagyon jó táptalajt képeznek egy vesekő képződéshez. Viszont a szerves kálcium és a szerves foszfor az, ami a szervezetünkben valóban hasznosul. És ugyanez vonatkozik a cinkre, a szelénre, a vasra, a mangánra, a rézre, a kromra, a magnéziumra és a többire. Ezek tehát megtalálhatóak, és fel is szívódnak ennél fogva a szervezetünkbe. Ki gondolta volna, hogy még zsírsavak is vannak az algákban, így omega-3, omega-6, gamma-linolénsav és egyebek. Ezek a zsírsavak nagyon fontos szerepet töltenek be a szervezetünkbe. Én csak a gamma-linolénsavnak szeretném kiemelni a hatását, hiszen a gamma-linolénsav egy olyan zsírsav, ami már az anyatejben is benne van, sőt, a legnagyobb mennyiségben gamma-linolénsav az anyatejben van, és utána az algákban, vagyis spirulinában, klorellában egyaránt. Most ez az gamma-linolénsav, vagy GLA fontos a gyermeki növekedéshez, fejlődéshez. Megint ott tartunk, hogy bocsánat, hogy a gamma-linolénsavnak, a GLA-nak a bejuttatása egy gyerek szervezetébe, ha nem kap anyatejet, akkor az algákkal megoldható. Tehát egy 180 kapszulát tartalmazó immun kapszula doboz egy csecsemő számára egy évre elegendő, hiszen ő naponta egy fél kapszulányi algaport fog elfogyasztani, és benne lesz, ami kell a növekedéséhez, a fejlődéséhez, ami kell az immunrendszer megfelelő működéséhez. Látjuk, hogy gyulladás csökkentő hatása is van ennek a zsírsavnak, és azokkal a tulajdonságokkal is bír, amit már a klorellánál elmondtam, vagyis a trombózis hajlam csökkentése, vérnyomásnak a szabályozása, a vércukorszintnak a beállítása, ezek mind fontos dolgok, vagy a zsíranyagcserének a rendezésében, és ugyanakkor még az idegrendszer működését is pozitívan befolyásolja a gamma-linolénsav, és segít kiüríteni a feles folyadékot a szervezetből. Én úgy gondolom, hogy ezek a csodálatos hatások azért el kellene gondolkoztassanak minket, hiszen egy olyan táplálékról beszélek, és még mindig táplálékról beszélek, ami hozzáférhető, és semmi probléma nélkül bárki számára elfogyasztható. Az alga nem allergizál. Egyedüli tényező, ami allergizál, az a félelem. Amikor valaki félelemmel, idegességgel, bosszankodás közben táplálkozik, akkor az a táplálék, amit fogyaszt, arra ezután úgymond allergiás lesz, vagyis jönni fognak az emésztőrendszeri tünetek. És itt nem az alga az, ami tehát allergizál, hanem az, hogy amikor táplálkozunk, akkor nem kéne bosszankodnunk. És ugyanez vonatkozik a mindenféle laktózintoleranciára és egyéb glutén intoleranciára és egyéb ilyen dolgokra. De hát az emberek elkezdenek koplalni, és akkor csodálkoznak, ha a májukon úgymond ilyen áttéteknek nevezett foltokat fognak kimutatni. Ezek nem áttétek, ezek csak annyit jelentenek, hogy éhezik a szervezetünk, és a májunk sejtjei ezért elkezdtek szaporodni. Mert akárhogy is tetszik vagy nem tetszik, a májunk nem spirituális. Tehát ha én nem adok a szervezetemnek megfelelő minőségű és mennyiségű táplálékot, akkor a máj programot be fogom indítani, akármilyen spirituális megfontolásból eszem vagy nem eszem bizonyos táplálékokat. A következő, ami nagyon fontos összetevője ennek az immunkapszulának, ez a kálciumot tartalmazó, szabad szemmel is látható alga, a Lithotamnium calcareum.
Természetes nem csak szerves kálciumot tartalmaz, hanem még rengeteg más ásványi anyagot, sőt vitaminokat is, de tisztáznunk kell, hogy a legjobb kálcium forrásról beszélünk, amire szükségünk van ahhoz, hogy karbantartsuk a csontjainkat, vagy éppenséggel, ha csontritkulása van valakinek, akkor tudja azt visszaépíteni. A helyzet az, hogy csontritkulása már 30 éves korban lehet bárkinek, akár férfi, akár nő, ha nem fogyaszt megfelelő minőségű kalciumot, de a Big Mac menüt meglocsolja Coca-Colával minden nap a McDonald's-ban. Tehát mondtam, hogy a nem megfelelő életvitel és táplálkozás is megbetegít minket. Itt most éppen arra szeretnék rámutatni, ha valakinek a csontritkulása csak a változókor után jelenik meg, akkor ott nem a táplálkozásról van szó, hanem a nagyon súlyos önleértékelésről, amit a változókor megélése okoz egy hölgy számára, mivel nem tud örülni annak, hogy már nincsen problémája a menstruációs tamponokkal és a naptárral, élhetné nyugodtan az életét, de most már éppen az a baj, hogy nincs meg az, amivel addig annyi gondja volt. Tehát megint csak az önsorsrontó hiedelmek, gondolatok, tévhitek azok, amelyek minket tévútra fognak téríteni, és ezért próbálok ezekről ilyen összefogottan beszélni, hogy gondolkodjunk el. Mondom, csak annyit szeretnék, hogy gondolkodjunk el. Mi okoz kálciumhiányt a szervezetünkben? A nagyon súlyos önleértékelés, vagy a nem megfelelő táplálkozás, vagy esetleg mind a kettő egyszerre. Mert hogy erre is van megoldás, itt van ez a csodálatos, szabad szemmel látható alga, ami olyan kálciumot tartalmaz, ami 96%-ban felszívódik. Na ilyet még egyetlen MLM rendszer sem rittyentett számunkra, már elnézést a megfogalmazásért, de mint mondtam, több helyen kopogtattam már és keresgéltem gyógyhatású dolgokat, de ilyennel nem találkoztam. És a lényeg ennek a litotannium calcareumnak még az, hogy rendben van, hogy benne van az algában, de ki is kell menni a napra, ha azt akarom, hogy a D-vitamin az mondjam úgy, hogy akcióba lépjen. És amúgy is a napsugár sem ellenségünk. Ilyet kijelenteni, hogy a nap az ellenségünk, ez megint egy hatalmas tévút, hiszen fény nélkül képtelenek vagyunk az életre. A fény hiányában az életműködéseink leállnak. Egyszerűen a fény a harmadik szemen, azaz a tobozmirigyen keresztül hat az agyalapi mirigyre, és ez lesz az, ami, ez a gátló hatás lesz az, ami aztán előidézi azt a sokféle mellék dolgot, ami a fényhiányban jelentkezik, többek között meddőséget. De hát akit ez érdekel, a hormonális rendszerről szóló előadást megnézi, és ott megkapja a válaszokat. Hogy miért szükséges számunkra a kálciumnak a biztosítása, azt egy táblázatban szeretném bemutatni, hiszen Márai Géza tanár úr, akinél voltam már jó pár évvel ezelőtt Gödöllőn, ugye a Gödöllői Szent István Egyetem előadója, nyugalmazott docense, elmondta, hogy hogyan változott a kálcium mennyisége, a kukorica, répa, burgonya, többit itt nem soroltam fel, mert ezek döbbenetesek, ezek a változások, ugye 2005-ben, és hát előtte mondjam azt, hogy 63 évvel, a 63 év alatt ilyen döbbenetes változás történt, hogy 110-ről 5-ösre ment le a kálciumnak a mennyisége az évek alatt, akkor el kell gondolkodnunk, hogy milyen táplálékot fogyasztunk. Ezek egyszerűen döbbenetes adatok, és rá fogunk jönni, hogy az élelmiszeriparnak nem az a célja, hogy minőségi táplálékot adjon számunkra, hanem az a célja, hogy mennyiséget adjon.
És már a mezőgazdaság is mennyiséget termel, és nem minőséget, és pontosan az a helyzet, hogy nincs bent a mezőgazdasági termékekben, tehát az alapanyagban sincs benne mindaz, aminek ott kéne lennie, mert már réges-rég a földjeink halottak. Már a szántás után a madarak nem repkednek az eke nyomában, mert se giliszta, se bogár nincsen abban a földben, csak vegyszer. Szóval, amikor ilyen földekből jutunk táplálékhoz, akkor ne csodálkozzunk, hogy hiánybetegségeink lesznek, többek között kálcium hiányunk, de amint látjuk, ez a kálcium 96%-os fölszívódással jut a szervezetünkbe, csupán le kéne nyelni az immunkapszulát. És eljutottunk a harmadik ponthoz, mégpedig az optimális védelemhez, amit ez a furcsa nevű mikroalga biztosít számunkra. Nem a neve a fontos, hogy Haematococcus pluvialis, hanem az a természetes asztaxantin, ami a fő alkotóeleme, és ami a világ legerősebb antioxidánsa, vagyis szabad gyök fogója. Mikor azt mondom, hogy antioxidáns, az azt jelenti, hogy szabad gyök fogó. Mert hogy ezek a szabad gyökök nagyon reakcióképesek. Ők elektron hiánnyal küzdenek, szegények, és jönnek, és ellopkodják az elektronokat természetesen molekuláris szinten a makromolekulákról, vagyis a fehérjékről, és a fehérjékből ellopják a molekulákból az elektronokat, ezek a szabad gyökök, akkor bizony a fehérjéknek megváltozik a működése, az alakja és egyebek. Akit ez érdekel, nézze meg Bruce Lipton előadását, a Princeton-i Egyetem sejtbiológus professzorának az előadását, weblapomból szintén elérhető, és látni fogja, hogy miről beszélek. Na most az asztaxantinnak az a lényege, hogy egy olyan szabad gyökfogó, ami, ha megköti a szabad gyököt, ezáltal ő nem válik egy még nagyobb szabad gyök molekulává. Ez jelenti azt, hogy nem lesz prooxidatív, és kikíséri stabil kötést létrehozva a szervezetünkből ezeket a szabad gyököket. Ez egy nagyon fantasztikus, hát méregtelenítő, illetve hát védelmet nyújtó hatás, és csak arra gondoljunk, hogy a kemoterápia szabad gyökökkel van teli, láthatjuk is ennek a hatását, akkor ha megnézzük, hogy hogy néz ki kemoterápia után egy emberi szervezet. Úgyhogy ezen érdemes lenne elgondolkodni, hogy a gyógyítás azt jelenti, hogy mérgezem a sejtjeimet, vagy a gyógyítás azt jelenti, hogy védelmet nyújtok a sejtjeimnek. Mert ugye a kemoterápiáról valakit érdekel egy orvosnak az előadása, az szintén a weblapnak a harmadik menüpontjában megtalálhatja, címe az, hogy szabadságot a léleknek, ébresztő gondolatok menüpontról beszélek. A természetes asztaxantinnak más hatásai is vannak. Átmegy például a vér-agygáton. Ezeket orvosi szaklapokból szedtem össze, illetve rákkeltő anyagokat hatástalanít fázis egy enzimek aktiválásával. Daganatelnyomó gént aktivál, és daganatelnyomó sejtek ellen, vagy daganatsejtek elleni immunválaszt stimulál, erősít. Itt találhatjuk a forrásmunkát, amelyekből ezek a merész mondatok származnak, és itt van a weblapomnak is az elérhetősége, ami már egy biztonságos weblap, tehát nem csak HTTP, hanem HTTPS a megjelölése, Dr. Budai, kötőjel germán-gyógytudomány.hu, és második menüpont, egészségünk megőrzése, különben innen ebből a menüpontból is be lehet lépni a szerdai webkonferenciára. Úgy gondolom, hogy akit érdekelnek a részletek, a forrásokat megmutatva, megtalálják és utána néznek. Én is ezt tettem, amikor az algákkal találkoztam. Nos, még van egy lényeges dolog, a természetes asztaxantin, mint karotinoid, és a többi, hát mondjam úgy, hogy antioxidáns hatású
anyagokkal szemben, és egy oszlopdiagrammal ábrázolva, hogy az antioxidáns hatású vitaminok és az asztaxantin között mekkora elképesztő különbség van, hát ez itt gondolom mindenki számára egyértelműen látható. Az asztaxantinon azért van egy ferde, mondjam úgy, hogy vágás, mert nem férne be a képernyőbe az 550-szeres különbség, ami az E-vitaminhoz képest áll elő, és a többit már akkor nem is részletezem. Tehát ha asztaxantint viszek be a szervezetembe, ezek a vitaminok nem mint antioxidánsok fognak működni a szervezetünkbe, hanem mindegyik vitamin elvégzi a maga feladatát ott, ahol dolga van. Összefoglalva mindazt, amiről beszéltem eddig, mert közben hál' Istennek a létszám is emelkedett, ugye olyan alga keverékről beszéltem, táplálékról és nem gyógyszerről, ami fokozza a szervezetünk öngyógyító képességét, mégpedig a sejtszintű tisztítás, táplálás és védelem által. És ha ebből a szempontból nézzük meg ezt a terméktapasztalat listát, akkor teljesen érthető lesz például, hogy ha az allergéneket kijutottam a szervezetemből, akkor az allergia is okafogyottá válik. Vagy ha a nyugtató hatása érvényesül a szervezetünkben az alváknak, akkor nyilván, hogy az alvás zavarunkhoz kapunk egy fizikai segítséget. Nyilván, ha alvás zavar van, akkor elsősorban a stresszeinken kéne elgondolkodni azokon a problémákon, amelyek ugye, mint említettem, azért vannak, mert valami nem úgy történt, ahogy mi azt elképzeltük. Ez a konfliktusnak a forrása. Vagy valamit másképpen szeretnék én valójában, de a lehetőségek nem engedik ezt meg, ezt így tudjuk magunknak megmagyarázni. És az a baj, hogy más szempontból nem is vizsgáljuk tovább a helyzetet, pedig rájönnénk, hogy mindig van megoldás. Aztán ott van ugye a csontritkulásról beszéltem részletesen is a cukorbetegségről, de minden olyan, ami gyulladással jár a szervezetünkben, az algák gyulladás csökkentő hatása következtében ez a gyulladás mérsékeltebb lesz. Senki sem vonja le azt a következtetést, hogy alga egyenlő gyulladás csökkentő kapszula. Ez így nem igaz. Az alga egy táplálék, ami segíti a szervezet öngyógyító képességét. Senki sem beszéljen az algáról úgy, hogy ez gyógyítja a rákot. A daganatos betegségek megoldási szakaszában viszont biztosítja számunkra azt a tápanyagot, ami szükséges ahhoz, hogy meggyógyuljunk. Mert ilyenkor bizony a gyógyulási szakaszban igencsak szükségünk van nagyon jó minőségű tömény táplálékra, fehérjére, hogy rendbe tudjuk szedni magunkat. És aki nem táplálkozik rendesen, az azért nem táplálkozik, mert teli van feloldatlan félelmekkel. Az alga viszont megfelelő koncentrációjú és minőségű tápanyagot biztosít számunkra. Tehát a rákgyógyítás az nem az algák fogyasztásával kezdődik, hanem a rák okainak a megtalálásával, és a gyógyulási folyamatot lehet, sőt kell megtámogatni ezzel az immun-alga keverékkel. Láttuk a kivetített képen, hogy a vérnyomásra is, a vérrögképződésre is pozitívan hat. És ugye elmondjam, hogy én miért szedem 10 év az algát, mert köszönöm szépen, jól vagyok. Jó az erőnlétem, az agyam tökéletesen jól működik tőle, és köszönöm szépen, jól vagyok. Nem tudok mást mondani, mert én azt hiszem, ha valaki ezt el tudja mondani, hogy több mint 20 éve nem volt beteg, akkor az már egy eredmény. Azt nem mondanám, hogy több mint 20 éve nem voltam orvosi rendelőben, mert ott dolgoztam. Viszont 2012 novemberétől én már orvosi rendelőbe nem tettem be a lábam, mert nem hiszek abban, amit addig csináltam. Nagyon sok jó dolgot csináltunk a kollégákkal együtt,
de ez egyik sem volt az a végleges megoldás, amit akkor fogunk megkapni, ha tisztázzuk a betegségeink valós okát, hogy mit kell rendbe tennünk fizikai szinten, és mit kell rendbe tenni lelki szinten. Erről lesz szó a második részben. Egyetlen gondolat még a végére, hogy hogyan kéne fogyasztani, nyilván sok folyadékkal, és ha valaki folyamatosan szed napi 3 kapszulát, azzal biztosította a szervezete számára a megfelelő tisztítást, táplálást és védelmet. Beszélek egy 60-70 kiló testsúly kilós emberről. Vagyis ez azt jelenti, hogy 20 kg-onként illik egy kapszulát bevenni fenntartásra, de hogyha valamilyen nyavajától szeretnék megszabadulni, akkor ennek a kétszerese szükséges, tehát 60-70 kilós embernek ez azt jelenti, hogy 3x2 kapszula. Ugyanakkor 20 kilónként nem csak egy vagy két kapszulát fogunk lenyelni, hanem megiszunk 1 liter tiszta vizet is. Ez a kánikulában egészen könnyen megoldható, pontosan azért, hogy a méreganyagok ki tudjanak jutni a szervezetünkből, a verejtékkel, a vizelettel, a széklettel, vagy ha olyan, akkor a kilélegzett levegővel. A algát nem adunk olyan embernek, aki már fennakadt a gyógyszeripar hálóján, vagyis már van neki valamilyen másik emberből egy szerve, veséje, tüdője, mája, szíve, és rövid időn belül már agy átültetés is lesz, a kínaiak ezen dolgoznak. Szóval ezeknek az embereknek nem adhatunk algát, mert a szerv kidobás veszélye az igencsak megnövekedik, és gondolom senki sem szeretne ártani annak, akinek algát ajánl az egészség megőrzése érdekében. Viszont mindenki más, aki hát mondjam azt, hogy felelősséggel gondol magára, családjára, gyerekére, az beszerzi ezt a doboz algát, van benne 180 kapszula, és ha egy maga fogyasztja, akkor egy doboz 2 hónapra elegendő egy átlagos súlyú embernek, ha pedig ketten fogyasztják, akkor az egy doboz 1 hónapra elegendő. Nyilván, ha valaki 100 kilós, az már nem 3x1-et, hanem 4x1-et, vagy 2x2-t fog szedni, ha pedig valamilyen betegsége van egy 100 kilós embernek, akkor szedhet 4x2-t, vagy akár 5x2 kapszulát is. Nincs vele mérgezési tünetünk, hisz táplálékról beszéltem végig. A bevezetőben elmondtam, ugye a megbetegedéseinknek 3 okát soroltam fel, mégpedig a fizikai tényezőket, amelyekről eddig szó volt. Beszéltem arról, hogy vannak a biológiai konfliktusok és az önsorsrontó hiedelmeink. Valójában az önsorsrontó hiedelmeink itt a legfontosabbak, mert ameddig nem nyitunk más irányú gondolkodás felé is, mint amiben eddig benne voltunk, addig nem fog megváltozni semmi sem. Viszont ha elkezdünk gondolkodni, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy meggyógyuljunk, akkor itt van a lehetőség. Fizikai szinten az algák fogyasztásával a tisztítás, táplálás és védelem sejt szinten segít nekünk rendbeszedni az anyagcsere működéseinket. A másik viszont azok a megbetegítő tényezők, amelyek belülről fakadnak, és mindig is foglalkoztak a kutatók, az orvosok azzal, hogy az érzelmeink hogyan hatnak a testünk működésére. Az ezotérikus irodalom tele van minden ilyen könyvvel, de az, aki erről tudományos táblázatot és tudományos bizonyítékokat adott, az dr. Rike Gerd Hamer. Ő bizonyította be, hogy az érzelmeink az agy közvetítésével fognak biológiai, szervi válaszokat adni. Hamer doktor egy fantasztikus orvos, teológus és fizikus volt egy személyben, akinek találmányai által sikerült végre biztosítani a családjának a megélhetését.
a jogdíjakból, és amikor már úgy nézett ki, hogy minden rendben van, akkor családostól 4 gyerekkel és orvos feleségével Nápolyba költöztek, mivel hogy ingyen gyógyították a szegény embereket. Hát volt a május 18-ai előadáson, egynapos előadáson, ami a Lurdi házban volt, ott részletesen beszéltem Hammer doktor gyermekkoráról, és akkor kiderül, hogy miért Olaszországba mentek ők el. A lényeg az, hogy mikor azt hiszi az ember, hogy minden rendben van, akkor hirtelen csak történik valami meglepetés, amit nem így képzeltünk el, de itt egy nagyon durva történetről van szó. Hammer doktornak a 19 éves fiát 1978. augusztus 18-án Cavallo szigeten, ez a Korzika melletti Cavallo szigeten, az olasz trónörökös, a savoyai herceg Emmanuel tök részegen 2 pisztolylövéssel halálosan megsebesíti. A fiú agóniája 111 napot tart, majd 78. december 7-én Dirk Hammer meghal az apja karjai között. Hammer doktornak 2 hónapon belül heredaganata lett, és elgondolkodott azon, hogy kell legyen valami kapcsolat az ő heredaganata és a fia elvesztése között, hiszen, hogy plasztikusan szóljak, addig tök egészséges volt. És ez a gondolat volt az, ami őt kutatásra késztette, és kikérdezte a daganatos betegeket, akikkel foglalkozott, mint belgyógyász onkológiai osztályon, hogy történt-e a daganat megjelenése előtt velük valami váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos lelki megrázkódtatás, és mit ad Isten, mind az első 200 esetben ez mindig az volt. És ekkor írja le Hammer doktor az első biológiai természettörvényt, a ráknak a vas törvényét, ami arról szól, hogy minden váratlan, meglepetésszerű esemény az életünkben, ami érzelmileg súlyosan megráz minket, és magányosan éljük ezt meg, és benne ragadunk a konfliktusba, szóval ezek a történetek, ezek mindig a lelki megrázkódtatások az agy közvetítésével indítanak el szervi elváltozást. Ez egy nagyon, de nagyon fontos történet, mert végre rámutatta arra, hogy az érzelmek is hatnak a biológiánkra, és nem a Jóisten rakta össze rosszul a testünket, és ezért kellene szűrővizsgálatokra járni, és nem tudom én milyen szabályokat betartani. Egyszerűen le kéne zárjuk a napjainkat békével, megértéssel, megbocsátással, empátiával, elfogadni mindazt, ami nem úgy történt, ahogy mi azt elképzeltük, és innentől kezdve garantált, hogy senki nem fog megbetegedni. Mondhatnám úgy is, hogy nem újjék el nap a te haragoddal. De nem vallásos témájú webkonferenciát tartunk, hanem maximálisan tudományos dolgokról beszélek, mert amiről itt beszélek, ez nem ezotéria. Ezt még senki nem tudta megcáfolni. De Hammer doktort, a téziseit már életében több fórumon igazolta, és senki nem tudott ellent mondani. Senki nem tudta azt bebizonyítani, hogy az érzelmi megrázkódtatások nem indítottak volna el szervi elváltozást. Akkor, ha benne ragadunk a konfliktusba. De ha lezárjuk a napjainkat békével, akkor kérem szépen, ezek a biológiai szervi válaszok elmaradnak. Ezek a biológiai válaszok, amit értelmes biológiai külön programnak nevezett Hammer doktor, ez 2 szakaszban zajlik, van egy konfliktus aktív szakasz, amit benne csücsülök a konfliktusban, és van egy megoldási szakasz természetesen, ami alatt a szervezetünk helyre rakja mindazt, amit a konfliktus aktív szakaszban a túlélésünk érdekében már megtett. A harmadik törvényben Hammer doktor rámutat azokra az összefüggésekre, amelyek az emberi test kialakulása és a szervi elváltozások között vannak. Hiszen mindannyian egy megtermékenyült petesejtből fejlődtünk ki, és majd egy külön ábrán mutatom be, hogy hogyan alakulnak ki szerveink, szöveteink,
De a lényege az, hogy minden sejtünk egy életen át ugyanazt a működést fogja végezni, nem vándorolnak A pontból B pontba, nem mennek a prostatából a csontba, és onnan a tüdőbe meg vissza. Nincsenek ilyen migráns sejtek a szervezetünkben, viszont minden konfliktus elindít egy újabb biológiai programot, amit mi aztán betegségnek nevezünk, pont akkor, amikor éppen gyógyulásban van. Tehát az egyedfejlődés, az embriológia meghatározza, hogy a biológiai válasz hogyan és miként fog lezajlani. Márpedig embriológiát minden orvosnak tanítottak egyetemen. A bennünk élő mikrobák a segítőink. Tehát ők lesznek azok, akik segítenek a felesleges sejtek lebontásában, a hiányzó sejtek visszaépítésében, és ezek a gombák a baktériumok és a vírusok, mondom, akik bennünk, velünk együtt élnek. A számuk csak akkor fog túlszaporodni, ha nem zárjuk le a konfliktusainkat, mert akkor a sínek, az emlékeztető körülmények hatására a program újra meg újra elindul. Ez a krónikus betegségeknek a lényege. És mindennek értelme van, mert minden a túlélést és a faj fenntartását hivatott szolgálni. Minden, ami él a Földön, mint biológiai lény, semmi más nem akar, csak életben maradni és a fajt fenntartani. Tehát ezek a folyamatok nem nevezhetőek rosszindulatúaknak. A következő ábrán a Hameri iránytűt látjuk, vagyis mindazt, amit elmondtam, itt grafikus ábrázolásban találjuk meg. A harmadik természettörvényhez készített ábráról beszélek, amit nyilván Hamer doktor szerkesztett. A vízszintes tengely az időtengely, és rajta ez a görbe három függőleges tengely között fut. Az első függőleges tengelyen látjuk azt, hogy DHS, ami a Dirk-Hammer-szindróma rövidítése, ugyanis Hammer doktor a fiáról, Dirk Hammerről nevezte el, azt a pillanatot, amikor elindul bennünk egy biológiai válasz, mire? Arra a meg nem oldott, feldolgozatlan, váratlan, érzelmi megrázkódtatásra, amiben mi benne ragadtunk, és magányosan éltük át. Ugye a konfliktus aktív szakasz a második függőleges vonalig. És ez attól függ, hogy milyen hosszú lesz, hogy meddig csücsülünk a konfliktusba. Ilyenkor fogjuk magunkat stresszesnek érezni, ilyenkor lesz hideg a kezünk, a lábunk, és ilyenkor lesz nyugtalan az alvásunk, és leszünk étvágytalanak. A biológiánk már ebben a pillanatban ad egy biológiai segítséget, egy választ arra, amit érzelmileg nem tudunk megoldani. És mivel sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, nem tud más csinálni, mint vagy sejteket szaporít a cél érdekében, vagy cél érdekében. Nyilvánvaló, amikor eljutunk a megoldáshoz, a második függőleges a konfliktus megoldását jelenti, akkor ezeknek a folyamatoknak a fordítottja fog történni, csak hogy ez már fájdalommal jár. Mert ugye a gyulladásos tünetek az exudatív fázisban jelentkeznek, a megoldási szakasz első, mondjam azt, hogy homorú mélypontján. A gyulladás tünetei mindig fájdalomról, lázról, vagy hőemelkedésről, duzzanatról, pirosságról szólnak, és a működés visszafogottságáról. A duzzanat a víznek a begyűjtése miatt jön létre, és a víz begyűjtése természetesen az agyi központban is megtörténik, ezért lesz fejfájása a gyógyuló betegnek, mert minden lélek, agy, szerv szintjén megy végbe. Ezt ne felejtsük el. És a gyulladásos tüneteknek az epileptoid krízis vett véget, ez a felfele mutató csúcsos középső rész a második és harmadik függőleges vonal között epileptoid krízis. Vagyis itt fokozottabban, erősebben fogjuk megélni a tüneteinket, ahogy Attila mutatja, az a felfele mutató nyíl. És ez a történet csak attól függ, hogy mennyit ültünk a konfliktusba. Minél tovább ül valaki a konfliktusba, vagy minél erősebben éli meg
a DHS-t, a konfliktus pillanatát, annál intenzívebbek lesznek az itt jelentkező tünetek. Aztán jön a második nagy zuhé, ugye a második homorú része ennek a görbének az már a hegesedési fázis, vagyis az a szöveti matrix, ami létrejött az exudatív fázisban, még az epileptoid krízis előtt, az itt fog megerősödni, itt fog hegesedni, és itt erre az extrém fáradtság az, ami jellemző a meleg tünetek mellett. Ha ezt mind tudjuk, és nyugodtan kivárjuk a gyógyulásunk végét, akkor ténylegesen meg is gyógyulunk. Erre szoktam mondani, hogy ha hagyjuk, hogy meggyógyuljunk, akkor meggyógyulunk. De csak akkor tudjuk hagyni, hogyha tudjuk, hogy ez mind az érdekünket szolgálja. Ha nem ismerjük a biológiai programok lefutását, akkor képesek vagyunk a megoldást és újabb félelmekkel, újabb és újabb programokat elindítani, és ez lehetetlenné teszi a gyógyulásunkat, jó esetben krónikus betegségekre, rossz esetben annyira lemerítjük a szervezetünket, hogy abba fekszi a tumorózának nevez a szakirodalom. Nos, amint mondtam, az egésznek tudományos alapot az embriológia ad. A harmadik törvényhez Hammer doktor csinált még egy ábrát, amin a csirralemezekhez kötöttséget mutatja be, vagyis hogy a betegségek megértése az egyetfejlődés ismeretében rejlik. És ugye levizsgáztunk egyetfejlődésből, embriológiából arra, hogy meg lemezből származik, és az miért úgy működik, ahogy működik. Ezről levizsgáztunk és elfelejtettük. De itt van a megértésnek a lényege. Ugyanis a képnek a bal oldalán, keresztmetszeti képben a három csirralemezt látjuk, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva az agyi metszet alatt. Majd ebből három nyilat láttunk elindulni, három színnel, és láthatjuk, hogy a különböző nyilakhoz különböző idegrendszeri központok tartanak a képnek a jobb oldalát. A kép jobb alsó sarkában az agytörzset látjuk, és ebből ez rámutat arra, hogy az endodermából, vagyis a belső csirralemezből származó sejtjeinket az agytörzs irányítja. És az agytörzs a túlélés feltételeit biztosítja számunkra, vagyis a táplálék, a víz, a levegő megszerzését, valamint a fény és a hang megszerzését. Ezek, mivel a túléléshez szükségesek, Hammer doktor falatoknak nevezte, és ezek a konfliktusok a falat konfliktusok, akiket erről részletesebb információ érdemes talál róla. A második rész, a narancssárga nyílal és színnel jelzett részben látjuk, hogy jobb oldalt középen két idegi központ is van, a kis agy és fölötte a fehér állomány, ezek a középső csirralemez sejtjeivel foglalkoznak, ezeket irányítják, mégpedig különböző féleképpen. A kisagyi irányítás alatt lévő sejtek először szaporodnak, majd megoldásban gyulladásos folyamatok között elbomlanak. A fehér állomány által vezérelt sejtek viszont először sorvadnak, majd fájdalmas tünetek közepette visszaépülnek. A konfliktus tartalom az a támadás, bemocskoltság, gondozás, ami a kisagyhoz tartozik, tehát a vélt vagy valós támadások, az mindig az irhát és a burkokat fogják érinteni. A agyhártya, vagyis a hashártya, mellhártya és szívburok érintett itt. A gondozási konfliktus pedig azt jelenti, hogy túlzásba vitt aggódás egy szeretett élőlény sorsa felől. Ez mindig a mell tejtermelő sejtjeit fogja szaporodásra bírni, pontosan azért, hogy táplálni tudjuk azt, akiért mi oly annyira aggódunk. Az állatvilágban a kölyökért való aggódás az anyát tejtermelésre készteti, mert csak úgy tud rajta segíteni, ha tápláljuk azt, aki beteg. És egy beteg gyerekét ápoló édesanyja is akkor nyugszik meg,
a beteg gyerek végre elkezd rendesen enni. Csak hogy értsük a biológiai összefüggést, a meldaganat egyik fajtája, és a túlzásba vitt aggódás, szorongás között. A fehérállományban levő központok az önleértékelésre érzékenyek. Minden olyan történet, amiben én leírom magam a bányászbéka feneke alá, úgy kezdődik a mondat, hogy képtelen vagyok, na ez mindig a mozgással kapcsolatos szöveteinkben fog elindítani sorvadást, vagyis a csontrendszerben, vagy a porcok inak szintjén, vagy az izmok szintjén, vagy az izmokat ellátó erek szintjén, vagy pedig a kötőszövet, zsírszövet szintjén. Nyilván a konfliktusnak az ereje az eldönti, hogy ezekből a felsorolt szövetekből melyek lesznek érintettek. Természetesen a legsúlyosabb önleértékelés a csontokat érinti, aminek már következménye a konfliktus alatt a súlyos vérszegénység lesz, megoldáskor pedig jön a leukémia. A legenyhébb leértékelés pedig a zsírszövetet érinti, ez általában mindig az alakunkkal, a sziluettünkkel, a súlyunkkal kapcsolatos konfliktusok következménye. Ezért is említettem, hogy a sejtszintű tisztítás mellett azért az önleértékeléssel, valamint a magányosság, létezés konfliktussal kapcsolatos érzéseinket is meg kell oldani, hogy a zsír szaporodása, termelése vagy a vízbegyűjtése megszűnjön és elmúljon az elhízás. Nos, a harmadik csirelemez az ektodermát hozza létre, külső csirelemez ektoderma, látjuk, hogy ezt az agy kéreg irányítja piros színnel, jobb felső sarokba, és a piros baba az elválasztási konfliktusokra utalna. Vagyis minden olyan érzés, ami azt jelenti, hogy nagyon szeretném, vagy nagyon nem szeretném, hogy hozzám érjenek, vagy átöleljenek. Tehát az elválasztás iránya teljesen mindegy, a biológiánk mindig először a külső bőr, a felhámnak a sorvadásával fog válaszolni, és megoldásban jön ennek a visszaépítése megfelelő tünetek kíséretében. Az agykéreg a birtok konfliktusokkal is foglalkozik, nyilvánvaló, hogy mind a birtok konfliktusokról, az elválasztási konfliktusokról, az önleértékelésről, vélt vagy valós támadásról külön webkonferenciák nézhetők meg, ajánlom mindenkinek szíves figyelmébe a weblapról. Az agykéreg még az ideg, az érzékszerveknek az ingereit is átalakítja érzetté, illetve a jövőből vagy a múltból jövő félelmeinket is feldolgozza. Természetesen biológiai tünetek kíséretébe. Én nagyon remélem, hogy sikerült ebből az ábrából mindenkinek egy megnyugtató érzést közvetítenem. Még ha nem is volt minden érthető, de talán megnyugtató tudni azt, hogy nincsenek bennünk rossz indulatú folyamatok, nincsenek áttétek, csupán az a kérdés, hogy mikor vagyunk hajlandóak megismerni a saját testünk valós működését. És rá fogunk jönni akkor, hogy a biológia nem ellenem, hanem értem dolgozik, mindig a túlélésért és a faj fenntartásáért, de nem mindegy, hogy értem vagy nem értem, hogy mit tesz a biológiám, én értem, vagyis a túlélésem érdekében. És az is érthető, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hiszen egy adott konfliktus pillanatban csak az számít, hogy a beteg azt hogyan éli meg. Nem az számít, hogy 5 embert kirúgtak a munkahelyéről, hanem az számít, hogy egyenként az az 5 ember ezt hogyan élte meg. Mert ha szarul élte meg a történetet, akkor vastagbél programot indít. Ha arra gondol, hogy éhen fog halni a családja, akkor máj programot indított el. Ha leírja magát, hogy na még arra se voltam jó, hogy itt foglalkoztassanak önleértékelés, önpusztítás, a derekát fogja szétszedni. És folytathatom a történetet, ami ugyanarról szól, hogy kirúgtak 5 embert a munkahelyéről,
De lám, mindenkinek a saját megélése és a saját reakciója a történetre fogja eldönteni, hogy miként válaszol majd rá a teste. Ezért ezt senki nem tudja elmondani, csak az illető. Akármilyen segítő szándékkal próbálunk valakit elcipelni, akár egy konzultációra, akár egy 3 napos képzésre, ameddig ő nem hajlandó a gondolkodásán változtatni, nem hajlandó legalább az 5 biológiai természettörvényből, mondjam úgy, hogy felkészülni, addig azt jelenti, hogy ebből az egészből semmit nem fogad el. Az ilyen emberen nem lehet segíteni, legyen az az édesapánk, édesanyánk, vagy a gyerekünk, vagy a legjobb barátunk, vagy éppen a házastársunk. Tehát ezért lényeges még egészségesen megismerni ezeket az ismereteket, és onnantól kezdve azt is megtanuljuk természetesen egy 3 napos képzésen, hogy hogyan éljünk betegségek nélkül. Ez az, amiben segítünk. Ahogy Attila említette a bevezetőbe, a doktor dócere azt jelenti, hogy tanítani. Na, valójában erre szeretnék az embereket, a hallgatókat megtanítani, hogy hogyan éljünk betegségek nélkül. Ameddig az önsorsrontó gondolatainkon nem változtatunk, addig semmi nem változik. Ezért kell az én képünket helyreállítani, megtanulni félelmet tudatosan feloldani, és ehhez hozzátartozik, hogy kilépés a halálfélelemből, megtanulunk fájdalmat csillapítani gyógyszer nélkül, felismerjük a pokoli szerepeinket, mármint azt, hogy mikor vagyok szegény, én áldozat, kiszolgáltatott, mikor játszom túlzásban a megmentőt, és mikor érzem magamat hibásnak mindenért, vagy hibáztatok mást, ez a bűnbak szerep, de az egész életünket ebben a 3 szerepben játszok le, csak hogy van kiút ebből a pokolból, és amikor az azonosultságainkat is tisztázunk, és ezekből is kilépünk tudatosan, most akkor tényleg megtörténik a csoda, nem fogunk tudni megbetegedni. Meg kell tanuljunk elengedni, megbocsátani, hisz mondtam, ha nem tartjuk be azt, hogy nem újjék el nap a te haragoddal, akkor konfliktus aktív szakaszba csúszunk, és annak biza lesznek következményei. És hogy a másik embert se bántsuk meg, ahhoz meg kell tanulni szívtől szívig kommunikálni. Csak néhány támpontot soroltam itt fel, ami szükséges ahhoz, hogy egy másfajta életet éljünk, másfajta meggyőződéssel, és természetesen látványos eredményekkel. A gyógyításnak 3 szintjét foglaltam össze ezen az estén, ugye a fizikai szintű gyógyításhoz hozzátartozik a testünk sejtjeinek tisztítása, táplálása és védelme, és nem pedig a sejtjeinknek a mérgezése kemoterápiával. Biológiai szinten ott tartunk, hogy ha nem vagyunk jelen a pillanatban, ha nem oldjuk fel a konfliktusainkat, akkor a félelmeink, az érzelmeink fognak minket vezényelni, és benne ragadunk egy olyan történetbe, ami megbetegít minket. Ezeket érzelmi szinten kell megoldani, vagy a sinek, az emlékeztető körülmények gondoskodnak a krónikus betegségekről. És természetesen a tanfolyam legfontosabb feladata 3 napos képzésnek, hogy az önsorsrontó hiedelmeinket, a tanult ismereteinket, a tévhiteinket átalakítsuk, és a tudatosságunk folyamatos növelésével egyre egészségesebben éljünk. Itt látjuk a weblapnak az elérhetőségeit, és ha valaki a fő oldalra megérkezett, a jobb felső sarokban talál egy kicsi nyilat, arra rákattintva a saját YouTube csatornánkra talál, és ott a menüpontban vízszintesen vannak felsorolva, hogy videók, lejátszási listák. Most már a lejátszási listákban csoportosítva is megtalál bizonyos előadás típusokat, mondjuk önleértékelésről 19 előadást.